Estét kívánok, köszöntöm a nézőket! A kávészünet ma esti vendége bíró Judita, a Vöröskereszt Területi Vezetője. Szervusz jó estét kívánok! Szia. Lassan hat hónapja, hogy te vagy a Területi Vezető itt, Hajdúszoboszlón, hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magam, rengeteg ö, munkám van, ö, nem csak a véradás, hanem az adományosztás, az adományoknak a. Ö, ö, szerzése. Ö, nincs még most munkatárs, ami úgymond mindenre egyedül vagyok, de én úgy érzem, hogy elfogadtak. Már, mint itt Szoboszló ö, lakossága elfogadott, és remélem, hogy Sikerül ugyanúgy csinálnom a dolgokat, ahogy Szatmári Margó is csinálta? Nagyon sok programja van a Vörös Keresztnek, ugye az eltelt hat hónapban is, illetve ugye közeled, közeledik a nyár, amikor szintén ugye különböző programokkal várjátok a fiatalokat, Igen. a gyerekeket, az idősebbeket egyaránt. Havas bele bennünket! Most május 26-án lesz a gyereknap, ahol ugyancsak közreműködőként fogunk részt venni, de egy ingyenes elsősegélynyújtó bemutatót fogunk tartani a gyerekeknek. Vörös zászlókat szeretnék velük készítetni, kirakót, pázölt, és egy elsősegélynyújtó totót is amivel szerintem egy kicsikét belelátnak ebbe az egész első segényújtásba, valamint június 17-től 21-ig lesz a sérült gyermekeknek a tábora. Ez most attól különbözik az előzőektől, hogy ez egy integrált tábor lesz, tehát az egészséges és a sérült gyermekek is részt vehetnek ezen a táboron. Bocsánat, egy picit még a táborra térjünk vissza, hogy ez hol lesz helyileg pontosan. <coughs> Hát ezáltal akkor meg is szeretném köszönni, mert évekre visszamenőleg Hajdúszoboszlón van megrendezve ez a tábor a polgárvédelmi bázison, így hát ez nagy segítséget nyújt nekünk. Ez a tábor támogatásokból jön létre, valamint pályázati pénzből, mert ezek a gyerekek csak akkor tudnak mondjuk lovagolni, vagy mondjuk ezen a dottón a kis vonaton ülni, amikor ez a tábor létrejön. Ez hajdószoboszlói gyerekeknek, vagy a környékbeli gyerekeknek szól, vagy az ország több pontjáról is érkeznek Nem, ki, ez csak a megyén, megyén belül. Hajdószoboszlóról például két sérült gyermek és két egészséges gyermek vehet részt ezen a táboron. Megvan már, hogy kik mennek a táborba, vagy még jelent, lehet jelentkezni? Az, élt, az Éltes Mátyás iskola segít nekünk ebben, valamint a Szociális Szolgáltató Központ Zabos kiválasztani ezt a, ezt a négy gyermeket. Az elsősegélynyújtás szintén felkeltette az érdeklődésemet. Miért fontos, hogy például egy gyereknapon is már ugye foglalkozzunk ezzel, hogy már gyerekkorban elültessük ennek a csíráját, hogy, hogy a gyerekek igenis figyeljenek oda, hogyha mondjuk elesik a társuk, akkor miben tudnak neki segíteni, vagy mi minden az, ami mondjuk egy elsősegélynyújtó totóban felhívja a figyelmüket erre? Az elsősegélynyújtó totóban, hát elég úgymond részletes ez a totó, mert vannak itt a szívbetegségről kezdve igazából az agysérült betegnek a fektetési módszeréhez. Igazából annyira nem vagyok benne, de a, a mentősök segítenek ebben mindig, és Szoboszlóról is van egy-kettő olyan önkéntes mentős, akik rendszeresen, amikor területi elsősegi versenyt rendezünk, akkor rendszeresen kimennek az iskolákba egy-két alkalommal, is bemutatják az ambu Babán ezeket a technikákat, ezeket a fogásokat, és ezáltal ö, ö, aki kerül ebből a versenyből, ö, a megyei elsősegényújtó versenyen részt vehet, ami szintén hajdószoboszlón szokott ö, megrendezésre kerülni. Mivel ez egy felmenő rendszerű verseny, ami kezdődik egy területivel, utána egy megyeivel, a megyei versenynek a döntője pedig ö, döntőse ö, részt vehet az országos versenyen Budapesten. Nézzük a további programokat akkor. Ö, Hát ezek a programok mellett folyamatos véradást tartunk, ami már egy új helyszínen van a Gönci Pál utca 6 szám alatt, és meg szeretném ezáltal a lakosoknak is köszönni, hogy érdekes módon a donorszám nem csökkent. Egy-kettő, olyan három fővel, ha talán, de a novemberben, amit említettünk, hogy 112-en is eljöttek egy lakossági véradásra, mondjuk a, a, múlt havi véradás az egy 98 fővel zárult, amit, amit én úgy gondolok, hogy, hogy én arra nagyon büszke vagyok, és, és nagyon örülünk neki. Valamint ö, ö, felszeretném a, a lakosoknak a figyelmét arra is hívni, hogy a persejeket is kihelyeztük hajduszoboszlón belül. Kisebb-nagyobb bevásárlóközpontokban, gyógyszertárakban megtalálhatók ezek én már a persejek. Én Ahol ö, ami, ami rá is vannak írva, hogy fogyatékos gyermektáborra gyűjtjük ezt a pénzt, hiszen hiszen pénz nélkül nem lehet ezeket a, ezeket a rendezvényeket megvalósítani. Megint térjünk vissza egy picit az előbb említettekre a véradásra, mert Igen. szerintem nagyon fontos nyilván ennek a fontosságát hangsúlyozni. A 98 véradót említettél, hogy annyian mentek el legutóbb. Ebben vannak új donorok? Mindig vannak új donorok. Ha 1-2, ha 10-15, de mindig vannak új donorok. Sajnos vannak kiszűrtek is, mert valakinek nem telt el mondjuk az 56 nap, de ő szeretne vért adni, vagy mondjuk egy fokhúzás miatt sem adhat vért. Úgyhogy sajnos mindig vannak kiszűrtek, de, de általában mindig megvan ez a 100 fő. Egy néhány gondolatban még azért beszéljünk már arról, hogy ki az, aki adhat vért. Tudom, hogy nagyon sok fórumon elhangzik ez folyamatosan, de hívjuk fel a figyelmét a nézőknek arra, hogyha ő most látja otthon ezt a műsort, és elgondolkozik azon, hogy a következőre szeretne elmenni, akkor mire figyeljen oda, hogy, hogy egészséges legyen, tessúj, nem tudom, mik a kritériumok. Ö, mindenki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát, és betöltött a 18. életévét, de még nem 56 éves mert 56 év, bocsánat, 65 év felett már nem adhatnak vért a donorok. A nők évente négyszer, a férfiak pedig ötször adhatnak vért. A véradások között 56 napnak szabad, hogy elteljen, vagyis kötelezően el kell telnie. Akinek mondjuk alacsony vagy magas a hemoglobin szintje, azok szintén nem adhatnak vért, valamint ezt mi, mint vörös keresztes vezetők nem tudjuk eldönteni, hogy ki nem adhat vér, de aki mindig ki szokott jönni a doktor, neki, neki megvan az, hogy a kiszűrtek listájába akár egy gyökérkezelés, vagy akár egy megfázás, olyan három, és, három hét és három hónapig kiszűrheti a donort a véradásból. Közeledik az adóbevallás időszaka. Ilyenkor ugye nagyon sok szervezet bombázza az állampolgárokat, hogy az egy százalék. Nyilván, aki még nem tudja, annak szeretnék felhívni a figyelmét, hogy a Vörös Kereszt is nagyon szívesen várja az egy százalékokat. Ti mire fordítjátok, illetve a tavalyi évben mekkora volt az az összeg, ami ebből befolyt? A tavalyi évben 570 ezer forintot körülbelül annyit kaptunk, amit köszönünk is szépen, mert ebből tudtuk megvalósítani azokat a programokat, amiket már úgymond el is soroltam, de a hátrányos helyzetűeket, a rászorultakat segíteni csak ebből a pénzből tudjuk. A tartós élelmiszerek vásárlását szintén ebből a pénzből tudjuk, valamint a karácsonyi szeretet akció, ami a Decembert érinti a novembert, októbertől elkezdjük már ezeket ö, ezeket megvásárolni, és ezt egész évre ö, ö, úgy vásárolunk, mindig, hogy mindig legyen, ha krízis helyzet adódik, akkor mindig legyen úgymond a raktáron nekünk egy kis száraz tészta, egy kis ö, keksz, vagy egy kis rizs. Ö, valamint ezt az egy százalékot még a véradóknak a megbecsülésére fordítjuk. Persze a támogatások, a polgármester szokott minket mindig támogatni a véradó bálon, valamint ez az egy százalék, és tavaly évben megrendezésre került még egy jótékonysági koncert Debrecenben, aminek a bevételét szintén összecsapva ezzel az egy százalékkal, a, a donoroknak a megbecsülésére is fordítottuk. Ilyenkor, ilyenkor egy kis szerény ajándékkal és egy szerény megvendékeléssel szoktuk a donorokat ünnepelni, köszönteni és, és megvendégelni őket, valamint műsort is próbálunk nekik szervezni, és utána egy-egy egy fergetegesen jó bulival szokott ez zárulni. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és további jó munkát kívánok, és természetesen a rendezvényekről majd mi is beszámolunk. Köszönöm szépen. A tévénézőknek pedig köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, viszontlátásra.